Most itt van megint egy termék, amit Ramon talált ki. Milyen díjat nyertél ezzel, Ramon? Igen, üdvözlök mindenkit, szervusztok. Tavaly indítottuk az FTEX, ez egy ilyen európai termékdíj. Azt nyerte meg, illetve a Magyar Forma Tervezési díjat nyerte ezt meg. Ezt kitegyük? Igen, légy szíves, ezt. Kiteszitek a képet? Már ja, kint is van. Igen, itt is van. Szóval, hogy ez egy formatervezői nagydíjas, FTEX nagydíjas, micsoda ez? Mágneses, kioldó horgászeszköz, ami megkönnyíti a harcsahorgászok módszerét. Elmondod, hogy ez hogy működik? Én tegnap beszélgettem már itt a Kós Feri bácsival, aki aztán ugye vele feledkezett a sztoriba, és ez viszonylag kisebb hangot, vagy hangsúlyt kapott. Szóval, hogy működik a Cat Magnet nevezetű kütyütök? Igen, először szeretném bemutatni a szakítós módszert, ugye annak a kiváltására alkalmas. Szakítós módszer, így ismerjük, vagy spanolós? Spanolós, ki, szakítós. Ki hogy szereti? Harcsázás. Igen, igen. Aminek alapvetően az a lényege, hogy magát a csalihalat ugye egy helyben szeretnénk tartani, a feltárt területen, és ezt az egy helyben tartást úgy oldjuk meg, hogy egy szakítós zsinórral tulajdonképpen kikötjük a szerelékünket, úgyhogy a bedőlt fához vagy nátfalhoz bekötjük, és maga az egész rendszer, tehát tulajdonképpen a főzsinórunk az végig feszített, előfeszített állapotban van, és úgy van kihelyezve a partra. Tehát egy állított botos horgászat, és ugye a kapás megtörténik, akkor ugye elszakad ez a zakító zsinór, és akkor beindul a fárasztás. És amikor vissza szeretnénk kötni, amikor visszamegyünk, akkor kell egy új szakító zsinort kötni, ezt be kell kötni ugye újra a fához, vagy a bójához, vagy egy ilyen a rusztához, és akkor utána onnan megint húzott ki. Igen, ám csak ugye az a gond, hogy ez egy egyszer használatos módszer, általában benne is marad a vízbe, vagy véletlenül benne marad, ezzel szennyezve a környezetet, és hát elég macerás, főleg amikor esik az eső, kicsit fúj a szél, komolyabb környezeti behatások vannak, vagy mondjuk sötétbe próbálja az ember ezt így összerakni, akkor elég nehézkes. És ugye minél több időt vagyunk a vízben, annál jobban zavarjuk. Ugye a halat, annál kisebb lesz az esélye annak, hogy meg tudjuk fogni azt a halat. És akkor ennek a nehézségnek a kiküszöbölésére hoztam létre ezt a terméket. Ennek tulajdonképpen az a lényege, hogy két félből áll. Meg is mutatom. Az egyik fele, az tulajdonképpen egy ilyen zsinórtároló rész, amit tudunk rögzíteni a feltált helyre. Ez tartalmaz egy ilyen 15 méter hosszú fonott zsinort, amit ki tudunk kötni, tehát ez fixen benne van a helyén. A másik része, az pedig egy ilyen úszóként funkcionál, és kapás hatására ez az egység, ez így szétjön. Tehát két különálló dalabra esik szét, aminek a lényege, hogy mágnesekkel csatlakozik egymáshoz, különböző erősségeket tudunk beállítani, különböző távolságokat tudunk ezzel meghorgászni, és gyakorlatilag a kapás után, vagy ha mondjuk luftot ütöttünk, akkor egy mozdulattal vissza tudjuk rakni a helyére, ugyanabba a pontba, és mehet tovább a peca. Oké. Feltételezem, hogy te egy orbitális nagy harcsahorgász vagy. Igen, igen. Próbálkozom. Okay. Gyakorlatilag saját indítatás maga a termék, tehát egy nem tudom, téli karácsonyi estén, mikor szakadt a hó, és egyébként be volt fagyva minden, ültés, mi a francot találja ki, hogy ne kelljen mindig bemenni, vagy hogy van ez? Hogy kezdte elképzelni? Pontosan így van, nagyon jól gondolod. Az egésznek az alapja, hogy én rendszeresen járok mindenféle tóra, illetve a harcsatáborba Kós Ferihez, és ott alkalmaztam, hogy ott találkoztam legelőször ezzel a technikával, és hát fú, meg is szenvedtem vele elég rendesen, meg fú, tényleg egy nehéz folyamat ez a bekötés, főleg ha mondjuk egyedül vagy sötétben, amikor nem találtam rendesen vissza, vagy annyi potbe volt húzva, hogy akkor inkább már nem is foglalkoztam, hogy akkor majd másnap napfényben megcsinálom. És akkor ezen gondolkodtam, hogy mi az, amivel meg tudnám könnyíteni ezt a folyamatot, úgy, hogy tényleg percek alatt újra tudjam kötni, és akár egyedül is neki tudjak állni és bemenni. Amikor bemegy az ember egy ilyen 200-300 méterre a vízbe, sötétbe, akkor egy kicsit így átgondolja, hogy akkor mit szeretne, meg hogyan szeretne csinálni. Közben meg ugye vigyázni kell, hogy ne zavarja fel a vizet, másokat ne zavarjon meg ezzel. És gondolkodtam egy olyan módszeren, hogy mi lehet az, amivel ezt meg tudnám könnyíteni. És akkor kísérleteztem, volt itt mindenféle ilyen tépőzáras módszer, meg ilyesmi, ami ugye ezt az egyszer használatos módszert váltja ki, és akkor oda jutottam, hogy akkor legyenek mágnesek. És akkor ezt, hogyha igazándiból még a nagy előnye a terméknek, hogy ezt elforgatjuk egymás felett, akkor a különböző erősségeket be tudjuk úgy állítani, hogy nem kell külön másik eszköz hozzá, tehát több termék van egy termékben.
ezek a mágnesek, ezek tartósak? Tehát ez mennyi ilyen szétszedést összerakás bír? Fú, hát... Definiált ez, vagy ez örökre? Szerintem ez egy elég rengeteg, több idő, több évről van szó, szerintem ilyen 10-20 évekről beszélünk, aha, de én nem is hallottam még olyat, hogy mondjuk elveszíti a mágnesességét. Hát úgy van, hogy alapvetően ilyen 90 fokos környezeti hőmérsékletbe tudja engedni egy kicsit az erejét, de utána vissza tud erősödni, tehát tulajdonképpen örök élet plusz 2 év. Tehát aha, maga a terméknek is ez volt a célja, hogy egy hosszú távú felhasználásra szánt termék legyen, ezért is készült mondjuk olyan anyagokból, aminek ugye az a lényege, hogy megvédje magát a terméket is, magát a funkciót is. Tehát ez nem egy ilyen habból kialakított valami, hanem ez rendes, fröccsöntött, erős alkatrész, taposásálló, ütésálló, UV-víz, mindenálló. Alapvetően te civil, mivel foglalkozol? Mert hogy én szoktam gondolkodni a pecával kapcsolatos dolgokon, de sose jutok el odáig, hogy egy ilyet csináljak. Igen, igen. A civil életben én formatervező vagyok, aha, formatervező, terméktervező. Tehát a zsák meg a foltja is. Igen, okay, igen, és formatervező művész. Dizájnlámpákat tervezek, meg általános beltéri lámpákat, illetve horgász eszközöket is. És akkor most mi a helyzet a lámpákkal? Az most félre van téve, és csak a peca, vagy azért az megmaradt? Ez párhuzamosan. Megy, folyamatosan. Jó, így és van, mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Úgy értem a kérdést, hogy elmentél a Kósferihez egy harcsatáborba, fogtatok halatot, szívtál ezzel a szakítós módszerrel, igen, eljött a tél, vagy az utána lévő időszak, és akkor kitaláltad ezt az akármit. És akkor visszamentél a Ferihez, hogy figyelj, én találtam ki valamit, így kezdjük van el ezt gyártani, vagy ezt hogy kell elképzelni? Ezt úgy kell elképzelni, hogy mindig valami újdonságot csinálok, vagy összeeszkábálok otthon, és csináltam egy ilyet otthon egy ilyen kis egyszerű 3D nyomtatóval, elvittem a táborba, és így megmutattam a főnek, hogy amúgy hogy tetszik, mi a vélemény, és mondta, hogy ez tök jó, és ő ajánlotta fel, hogy akkor bevisz engem az Energofishbe, hogy mutassuk meg másoknak is, hát ha nekik is tetszik, és akkor lehet belőle valami, és akkor Ferinek köszönhetően bementem az Energofishbe, ahol Istvánnal megtárgyaltuk, megnézte, és látott benne fantáziát, úgyhogy el is indítottuk ezt a terméket. Tehát gyakorlatilag az Energo beállt mögétek, és adták a tőkét, hogy kezdjünk el gyártani? Igen, ez tulajdonképpen egy ilyen házasság, így a kettőnk között így van. Érdekházasság, mondjuk. Igen, az is, igen. Úgyhogy tulajdonképpen igen, erről van szó, hogy én vittem be úgymond az ötletet, meg a magát a terméket, meg a kivitelezési részét, és az Energo meg mögé mált, és mint saját terméke piacra adja, és finanszírozta ugye a gyártást. Ez azt jelenti, hogy akkor ez már egy termék, tehát kapható, így van, megvásárolható, így van, így van, használják. Igen, 2020-ban jött az ötlet, és 2021-ben jöttek a szerszámok, ötletelések, és 22-ben ugye tavaly szeptemberben kerültek a polcokra. Tehát ez most már egy polc termék, rendelhető interneten keresztül, vagy akár Energofish partnerboltjaiba személyesen. Világos. És azzal kezdted, hogy ezzel valamilyen termékdíjat nyertél. Igen, hogy igen. Ez például ez a verseny engem kifejezetten érdekelne, hogy ez hogy volt, mi volt ott. Igen, hogy kell egy ilyet elképzelni? Igen, igen, ez az FTEX egy ilyen európai nemzetközi verseny. Ez úgy működik, hogy minden évben megrendezésre kerül, és a gyártók el tudják küldeni a nevezni kívánt terméküket erre a versenyre. Egy, nem is tudom, 40 fős csapat ezt osztályozza, megnézi, és akit érdemesnek találnak rá, az megkapja ezt a díjat. Ez a európai ilyen termék zsűrizés tulajdonképpen, ami egy nívós dolog. Hát tényleg ilyen Shimano meg Daiwa, tehát ilyen elég komoly márkák neveznek erre és nyernek ilyen díjakat. Ez mikor volt? Ez tavaly volt. És akkor oké, beneveztétek ezt a terméket, kiválasztották, nyertek, és akkor ez jár valamivel? Vagy? Tehát, hogy... Igazság szerint maga ez a kis matrica, amit rá tudunk tenni, elmondhatjuk, aha, hogy ezt is tudja. Valóságban pedig olyan marketing felületeket jelenhet meg a termék, ahol amire mondjuk alapvetően nem számolna a cég. Tehát ez ilyen különböző platformokon való megjelenést biztosít. Oké. Jó. Ramon, van-e még bármi, amit elmondanál szíved szerint erről a termékről, de soha senki nem kérdezte meg? Fú, hát... És egyébként meg fontosnak gondolod, mert akár, mert mégis ott a gyereked. Igen, igen. Hát mi az, amit még ugye elmondanak róla? Hát az, hogy tényleg a terméknek az a lényeg, hogy megkönnyítse ezt az egész horgászatot. Tehát, hogy ha már van egy kis időnk rá, meg tényleg
tudunk azzal foglalkozni, amit szeretnénk, akkor azt csináljuk úgy, hogy hasznosan töltsük el az időt, és ne vajlódással, meg idegeskedéssel, hogy most megint kinhagytam a szakítószsinort, akkor most mehetek vissza megint 200 métert, illetve hogyha végre van egy kapásod, vagy elmegy a halad, akkor legyen esélyed, hogy ugyanoda, pont ugyanoda vissza tud tenni, és meg tud fogni újra a halad. Úgyhogy így körülbelül ennyi. Na jól van, oké. Te itt vagy kint egyébként most a kiállítás mindegyik napján? Igen, az Energofish standján vagyunk kint, úgyhogy ott meg lehet tekinteni a terméket, kézbe lehet venni, úgyhogy gyakorlatilag ott meg is lehet vásárolni. Szuper. Jó, hát figyelj, Ramon, hogyha nincs más, akkor én arra buzdítok mindenkit, hogy faggassák a Energofish Kft. Standján, vegyék kézbe, nézzék meg ezt a terméket. Ha egy jó tanácsot elfogadsz, nem tudom, hogy én, mint outsider, beleszóltok-e. Aha, persze. Én nagyon nehezen tudok megbarátkozni ezzel a bilikék színnel. Aha. De hogyha ebből lenne mondjuk egy kicsit ilyen férfiasabb színvirág is, az szerintem dobna rajta, de összességében, hogy is mondjam, funkcióját tekintve ennek talán kevésbé van jelentősége. Igen. Ez nyilván egy szubjektív elem. Köszönöm. De minden esetre én köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget. Egy picike szünetet fogunk most tartani, aztán a következő előadóval szerintem már valahol bujkál a hírös jaktól fog érkezni. Addig faggassák Ramont, Energofish Kft. Standján, vagy igyanak egy kávét, vagy sétáljanak egy kört. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, sziasztok.